Gratulálunk! Az ön telefonszáma 1 millió fontot nyert egy ingyenes promócióban. Olvasható ebben az SMS-ben, amit egy nézőnk kapott. Ahhoz, hogy a nyeremény megérkezzen, egy megadott e-mail címre kell regisztrálni. Kormos Attila informatikus szerint azonban álomnyeremény helyett az esetek többségében csupán adathalászokról van szó, akik e-mail címünket, telefonszámunkat, személyes adatainkat akarják begyűjteni. Ez az elterjedtebb. A másik az, amikor az SMS-ben a mi telefonszámunkra utaznak, hogy megterheljék a mi előfizetésünk számláját nagyobb összeggel, vagy akár kicsikarjanak tőlünk egy telefonhívást, ami külföldre irányul és eleve emeldíjas lesz. Így akár súlyos tízezrekbe is kerülhet, ha válaszolunk az SMS-re, teszi hozzá a szakember. A kéretlen SMS-ekkel pedig rendszerint azért találnak meg bennünket, mert valahol az interneten megadtuk a telefonszámunkat, akár egy játék vagy egy regisztráció során, meséli a tapasztalatokat Kormos Attila. A csillaga jelölt mezőknél az az egyszerű megoldás, ha reagálunk, ahol megadtuk, hogy köszönjük, de mi nem kérünk, és nem kérünk ezekből a nyereményekből sem. Mert az az igazság, hogy ezek a nyeremények nem valósak, ezek csak a mi adatainkra pályáznak. Az így összeállított adatbázist aztán jó pénzért értékesítik a hackerek, például cégeknek, de az sem ritka, hogy egymás között illegálisan kereskednek a telefonszámokkal, mondja a szakember. Nem utolsó sorban pedig az ilyen üzenetek az okostelefonokban is kárt tehetnek, hiszen gyakran vírus tartalmaznak. Hozzáférhet akár a címjegyzékünkhöz, üzeneteinkhez, személyes adatainkhoz is. Így a legegyszerűbb, ha rögtön megszabadulunk az SMS-től, még akkor is, ha csábító a benne felkínált nyeremény.